Ugye tetszenek érteni, fideszes polgármester vagyok, de tartok egy ilyen közmeghallgatást ebben a kényes témában. A lényeg, hogy itt régen termőföld volt, és itt látszik ez gyakorlatilag, ez a szép morzsalékos csernozium talaj. Ez lenne Magyarországnak a legnagyobb kincse. Ezen a földön gabonát termeltek az emberek általában, mindenfajta kalászos, kukorica, repce, napraforgó ezek a szántóföldi növények. Kukoricából akár 100 mázsa is hektáronként, akkor búzából, kalászosokból 6-7 tonna is megtermett. Tehát ezek kiváló földek, ez tagadhatatlan. Tiltakoztunk minden ellen, ők ezek nem érdekli. Egyszer csak jön a papír, a földhivataltól, hogy ez a föld mostantól nem a maguké. Madar Miklós 20 hektáros birtokából 13-at egy akkumulátorgyár kedvéért sajátított ki a magyar állam. Gondolom nem kell esetelni senkinek, hogy milyen szinten mérgező anyagokkal fognak itt dolgozni. Ami a lényeg, hogy itt a Kondoros folyó, meg a Tócó, amiben bele fogják ezeket engedni, ezek itt folynak szépen Mikepér csirányába, Sáránd, Derecske, Hajdúszovát, Hajdúszoboszló, Nádudvar, most a Hajdúhátság legjobb földjeit sorolom. Madar Miklós mellett más helyi lakosok is aggódnak az ivóvízük elszennyeződése miatt. Itt nekünk még rendes ivóvízünk sincs. Fúrott kútból iszunk. Nézze, 75 évet betöltöttem, sokat megértem. A múlt rendszerbe is, Kádár rendszerbe, de ez nonsens. Ratkai Sándor nem az egyetlen, aki tehetetlennek érzi magát a helyiek közül. Ez a szennyvíz valamilyen szinten, még ha tisztítva is, meg fog jelenni a tócóban. Ami azt jelenti, hogy nem csak a csapadékvíz fogja növelni a vízhozamot a tócóban, hanem ez a szennyvíz kibocsátás is. A keleti főcsatorna vízkivételi műve tud-e naponta 40 ezer köbmétert most? Az ő technológiája alkalmasak arra, hogy egy naponta 40 ezer köbméter ivóvíz minőséget biztosítsanak. Nem tud. Ráadásul kiderült, hogy akkumulátorgyár ügyben a helyieknek semmilyen beleszólása sincsen. Magyar állampolgárként közvetlenül a gyár környezetében tulajdonképpen nincsen eszközünk arra, hogy ez a gyár ne épüljön meg, tehát nem tudunk ellenteni ezt, ugye? Jó. Tulajdonképpen ez lett volna a legfontosabb kérdésem, a másik pedig az, hogy ha a megküldött kérdésekre nem kapunk választ, akkor tudunk-e valamit lépni? Tehát mi lesz, hogyha nem kapunk választ egyáltalán? Milyen jogi eszközök vannak erre? Jogos a feltett kérdés. Gyakorlatilag a gyártó céget, vagy a gyárt, a CD-et nem tudjuk kötelezni arra, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, mint ahogy senki egyebet sem, ugye a környezetvédelmi eljárásba tudunk bekapcsolódni a kérdések és az észrevételek feltételi, vagy megjegyzésével, beküldésével, de gyakorlatilag jogi eszközünk nincsen. Annál többet nem tehetünk, mint hogy ennek az eljárásnak a menetén megpróbálunk bekapcsolódni, a bekapcsolódást követően befolyásolni a hatóságot abba az irányba, hogy a lehető legszigorúbb értékekkel és normákkal számoljon akkor, amikor az engedélyeket majd kiadja. Ha ez nem megfelelő, és azt látjuk számunkra, hogy itt bizony van olyan dolog, amiért érdemes bíróságra menni, akkor bíróságra fogunk menni. Ugye tetszenek érteni, fideszes polgármester vagyok, de tartok egy ilyen közmeghallgatást ebben a kényes témában. Politikai öngyilkosság szembe menni a gőzhengerrel. De az én felmenőim évszázadok óta élnek, Mikepért sem. Az édesanyám, a családom itt él. Az a nagyon komoly 5,5 hektár földünk itt van. Ezzel szállal kötődöm. Itt, ha valaki politikát keres, az nagyon rossz helyen jár. Senki ne keressen politikát, mert politikát nem fogunk csinálni ebből az ügyből. Kérjük, iratkozz fel YouTube csatornánkra és kövess minket a Facebookon, illetve, ha megteheted, támogass minket. Regisztrált támogatóink egy évvégi akció keretében egy 56 oldalas elkönyvet kapnak ajándékba 2022 legjobb cikkjeivel.